A terv, hogy a Kalocsai Paprika Fesztivál az ország 5 legnagyobb gasztrokulturális összejöveteleinek egyike legyen, egyelőre terv marad. De erről nem a szervezők tehetnek. A koronavírus elleni védekezés miatt megszületett rendelkezések szűkítették a szervezők lehetőségeit. Fili Géza Kalocsa polgármestere azt mondta, azt a döntést nem akarták meghozni, hogy elhalasszák a rendezvényt. A beoltatlanokat azonban hátrányosan érintik a döntések, számukra nem lesz lehetséges az idei paprika pikniken való részvétel. Semmi esetre se szerettünk volna itt taktikázgatni, hogy most akkor 500 főt engedünk be, meg lekordonozgatjuk, tehát így tudjuk szabályosan, törvényesen, és ami fontos, biztonságosan megtartani a rendezvényt, hogy védettségi kártyát kérünk. Zsigó Zoltán, a rendező, Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetője arról szólt, minden olyan elem megtalálható lesz a hétvégi programsorozatban, amely majd várhatóan a jövő évben megrendezésre kerülő jelentősen nagyobb méretű rendezvényen része lesz a programnak. Ez azért piknik, mert ez a későbbi nagy fesztiválnak alapvetően most a kistestvére, de ez a kistestvér is lényegesen nagyobb egyébként, mint amit korábban megszokhattak, és mint amit most a térségben itt akár a korábbi nagy fesztivál helyszíneken, a Dunántúlon is, Tolna megyében is láthatunk. Tehát alapvetően azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon nagy fesztivál. A 3 nap során a szakemberek részt vehetnek a mezőgazdasági szakmai konferencián, a látogatók a Nemzeti Táncszínház több produkcióját is megtekinthetik, a főhelyszínen az Ésekkertben. A piknik fő attrakciójára, a Halott Pénzzenekar koncertjére pedig a Kalocsai repülőtéren kerül majd sor. A rendezvény részletes programját és a beléptetésekkel kapcsolatos részletes tudnivalókat a Nonprofit Kft. Honlapján megtalálhatják.